Folytatjuk is a Start rendkívüli adását. Hát, hogy is mondjam, mutatok egy példát arra, hogy ki így, ki úgy harcol a háborúban. Nemrég jelent meg, hogy Washington DC-ben aktivisták szimbolikus gesztusként új utcanév táblát helyeztek el, és így az orosz nagykövetség utcájából Washingtonban, ahogy látják, Zelenszky utca lett, és alatta pedig felsorolják azokat az orosz politikai szereplőket, akiket ellenzéki mi voltunk miatt az aktivisták szerint a Kreml vagy megöletett, vagy megpróbált megöletni, és hát itt sok újságíró, aktivista, illetve ellenzéki politikus szerepel ezen a listán, ahogy látják, szóval, hogy ki így, ki úgy, de felveszi Amerikában a harcot az orosz propagandával szemben. És akkor Skype kapcsolaton keresztül folytatjuk most, mert hogy itt van velünk Demko Attila, aki a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének a vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Azok, akik most szeretnék a legfrissebb információkat megszerezni, akár a csapatmozgások terén, azok mit tudnak meg? Milyen információkhoz jutna hozzá? Hát azt láthatjuk, hogy az orosz offenzíva az minden fronton lelassult, kivéve a keleti frontot, a Donyecki frontot, ahol nagyon úgy tűnik, hogy megkezdődött az északi részen az ukrán csapatoknak a bekerítése, és ez egy nagyon fontos tényező lehet, hogy ez sikerül-e elkerülni, hogy sikerül-e visszaverni az oroszokat, mert ha nem, akkor az ukrán haderőnek talán legjobban képzett és legerősebb része kerülhet katlanba, illetve ha katlanba kerül, akkor előbb-utóbb meg is fog semmisülni. Éppen fél órával ezelőtt kapcsoltuk Kijevből az egyik tudósítónkat. Ő azt mondta, hogy sok mindent mondott, de éppen azt mesélte nekünk, hogy néhány perc és indul a frontvonalra, mert hogy az orosz csapatok tulajdonképpen Kijev külvárosi részét, ugye jól figyeltünk? Minden oldalról elfoglalták, körbekerítették, és hogy nagyon nagy tüzérségi támadása lehet felkészülni mai nap során. Ez lehetséges, hogy Kijevet erőteljesen fogják támadni a mai nap során, de én azt nem tartom elképzelhetőnek, hogy Kijev bevételére indítsanak egy-két napon belül, biztosan nem ostromot, mert egyszerűen ahhoz sokszoros túlerő kellene, és az oroszok már nincsenek olyan állapotban, ugye komoly veszteségeik voltak, hogy egy ilyen ostromot elindítsanak egy 3 milliós város ellen. Én logikusan próbálom ezt megközelíteni. Az oroszok akkor tudnának Kijev ellen fellépni, hogyha Mariupolt bevennék, hogyha megsemmisítenék a donbasszi katlanokat, katlanokat hoznának létre, és ezeket megsemmisítenék, és az ott felszabadult erővel mehetnének először Harkiv, utána Kijev ellen. Tehát az orosz gépezet azért elég jelentős veszteségeket szenvedett, tehát ugyanaz a 11 ezer halott, amit az ukránok mondanak, valószínűleg túlzó, de hogy 11 ezeres veszteségük van, sebesültek, azok, akik megadták magukat, azok, akik egész egyszerűen dezertáltak, ez simán benne van a pakliban, és ha 200 ezeres támadó haderővel számolunk, azért az a haderőnek az 5%-a, ez egy nagyon jelentős veszteség ennyi idő alatt, és nem hiszem, egyszerűen nem tudom elképzelni, bár magát a támadást sem tudtam elképzelni, tehát a két héttel ezelőtt eseményt, hogy Kijevnek így neki mennek, ez katonai szempontból rendkívül felelőtlen lenne orosz részről, arról nem is beszélve, hogy humanitárius szempontból milyen lenne, és az orosz reputációt tényleg Észak-Korea mellé rakná a világ szemében. Mennyit számít az, hogy a civilek is abszolút beleálltak ebbe a háborúba? Például egy tegnapi hír volt az, hogy a Mikolajivi egyik helyi vezető arra kérte a város lakosságát, hogy gyűjtsenek minél több autógumit, hogyha lehet a város minden kereszteződésébe jusson ezekből, és akkor így le tudják lassítani az orosz harci járműveket, illetve felgyújtva ezeket a füst is hát megpróbálhatja az oroszokat valahogy eltántorítani attól, hogy tovább támadjanak. Szóval az ilyen civil akciók mennyit számítanak egy háborúban, vagy inkább a morált erősítik Ukrajnában? A mai háborúban, főleg egy ilyen háborúban, amit online közvetítenek, tehát láthatjuk a videókat, rengeteget számít a civileknek a hozzáállása és a bátorsága, illetve katonailag is számít egy városon belül. Tehát még egy támadó hadműveletben a civilek túlságosan sok mindent nem érnének el, egy védekező hadműveletben gyakorlatilag bármelyikünk képes egy ablakon kilőni egy hát ugye nem nehéz megtanulni egy gépkarabénak a kezelését,
Ez mindenképpen hatásos, ráadásul az oroszok számára rendkívül morálromboló, ha mondjuk egy 60 éves bácsit kell lelőniük, vagy egy nőt kell lelőniük, akinél egy gépkarabé van. Tehát ez számít, az más kérdés, hogy nem ezen fog eldőlni a háború szerintem. Tehát hogyha bekerítik a keleti csoportosítást, amit számomra érthetetlen, hogy miért nem ezzel kezdték, valószínűleg túlzott magabiztosságból, és azt felszámolják, nyilván ez is hetekbe telhet, akkor az ukrán főerő az nincs többé. Uh-huh. És akkor felszabadul az az orosz erő, ami le van kötve. Azt látni kell, hogy az oroszoknak túl sok utánpótlása úgy már nincs, hogyha nem vonják ki a Baltikummal szemben álló erőiket, a Lengyelországgal szemben álló erőiket. Az orosz hadsereg jóval nagyobb persze az ukránnál, csak hogy Oroszország az rengeteg fronton tart még embereket, ugye a NATO-val szemben, ugye Szibériában is van, eleve idő átkozni, idő a logisztikát megteremteni, tehát az oroszok nincsenek túl jó helyzetben, akkor, ha a keleti katlan megmarad, vagy a keleti ukrán erők megmaradnak. Közben olvasuk Emiliával persze a legfrissebb híreket, az ember, hogy most honnan szerzi össze, vagy szedi össze a híreket. Én most a BBC oldalát nézem, itt azt mondják, hogy az egyik legfrissebb hír, ez ilyen negyed tízes hír, hogy az Egyesült Királyság kiadott egy új közleményt, ami arról szól, hogy Ukrajna légvédelme újabb jelentős sikereket ért el, az orosz gépekkel szemben, itt biztos arról van szó, hogy visszavertek, vagy nem tudom, mi lehet, hogy lelőttek újabb repülőgépeket. Na most összevetve azzal, amit ön is mondott a beszélgetésünk elején, hogy úgy tűnik, hogy megroppant az orosz hadsereg idejekorán, lenne azt kijelenteni, hogy tulajdonképpen ezt a háborút Vlagyimir Putyin, ha még az ember mellé rakja, mondjuk a gazdasági szankciókat is, de elvesztette? Hát ez szerintem nagyon korai még ezt mondani. Tehát ahogy mondtam, a kelet-ukrajnai és a dél-ukrajnai eseményeken múlik a háború folytatása az oroszoknak. Tehát erejük még van, és legrosszabb esetben kivonhatják Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelországgal szemben álló csapataikat is, és azok elit formációk, tehát azok szerződéses katonák, illetve Moszkva környékén is vannak még elit formációi az orosz hadseregnek, tehát bedobhatják. Putyin nem fogja ezt feladni, legfeljebb még keményebb lesz. Tehát ugye egy olyan helyzetben van, hogy nincs más út, csak az előre. Ugye belpolitikailag egy ekkora veresség egy olyan vezetőnek, aki eddig mindig győzelmet aratott, ez a végét jelenthetné. Tehát én egy utat látok, egy megoldás lenne a háború gyors lezárása valószínűleg, hogyha Putyint valaki elmozdítaná. Tehát hogyha egy palota pucs lenne, de azért nem úgy néz ki ez az orosz elit, hogy ezt meg tudja lépni, illetve hát Putyinnak jelentős, ugye a Nemzeti Gárda az nem a hadsereg, ugye a hadsereg lenne egyébként az egyetlen egy olyan intézmény, és már felismerült, tehát ilyen cikkek elterjedtek, hogy Szergej Sojgu állítólag próbál majd valamit Putyin ellen csinálni, ugye a védelmi miniszter, de hát a hadsereggel szemben is ott a Nemzeti Gárda, nem látom ezt valószínűleg, és nem roppant meg, tehát amit ön mondott, az orosz hadigépezet nem roppant meg, egyszerűen csak megállt, vagy lelassult, méghozzá azért, mert a logisztikája gyenge, méghozzá azért, mert nyilván a veszteségeket pótolnia kell, azért nem csekély az a behatolás, különösen délen, meg az a siker, amit elértek, tehát kicsit ezt a valóságot kell látni, nem azt, amit látni szeretnénk, vagy nem azt, amit a média mond, hogy itt egy komoly orosz veresség van. Van egy nagyon komoly orosz meglepetés, van egy nagyon komoly ukrán ellenállás, de ez még nem a vége a dolognak. Tehát ha az oroszok bevetik a teljes erejüket, különösen a tüzérségi erejüket, akkor brutális pusztítást tudnak az ukrán, sajnos a civil lakossággal együtt az ukrán csapatokban végezni. Amit említett a logisztikai utánpótlásról ezzel kapcsolatban, megjelent egy kicsit titokzatos hír a magyar sajtóban is, és jó lenne, ha ezt egy picit pontosítanánk, miszerint Oroszország egy 9 vagon hosszúságú páncélozott katonai vonatot küldött Herszon régióba a Krím félszigetről, és akkor elindultak a találgatások, hogy ez a bizonyos Bajkál nevű
páncélozott vonatról van ez szó, ami ilyen kommunikációs zavaró berendezésekkel van tele a sajtó szerint, illetve légvédelmi és géppuska mesterlövész állásokkal is fel van szerelve, és 20 milliméteres páncél védi. Erről lehet ez szó, és egyáltalán mi a jelentősége, ha van érdemi egy ilyen vonat áthelyezésének? Ez nem logisztika, tehát a logisztika az az, amikor üzemanyagot, élelmiszert, lőszert szállítanak, tehát ez nem egy logisztikai szállítmány, ez vélhetően valami más célt akar elérni, az ukrán kommunikációt, légvédelmet zavar. Én nem tudom, hogy mi a pontos képessége ennek a vonatnak, szerintem ez orosz hadititok, tehát aki tudja, az esetleg érti, hogy miért vezényelték ezt oda. Ez önmagában nem fogja megváltoztatni a háború menetét. A háború menetét, mondom, keleten tudják megváltoztatni. És az a hír, hogy az orosz legtitkosabb vonalakat is állítólag az ukránok amerikai segítséggel képesek lehallgatni. Ez azért egy érdemi változást okozhat, hogyha nem tudnak stratégiai meglepetést okozni. Nézzük szembe a realitásokkal, tehát itt nem Ukrajna harcol Oroszországgal pusztán, tehát az amerikai hírszerzés, az amerikai katonai struktúra, apparátus, az ukránok mögött áll, tehát minden orosz mozdulatot, amit látnak a műholdakról, minden hírt, gyakorlatilag mindent átadnak az ukránoknak, hogy hol akarnak támadni az oroszok, hol kéne az ukránoknak támadni, ahol gyengébbek az oroszok, tehát, és a kibertérben pedig egyértelmű, hogy az amerikaiak az oroszokkal szemben beléptek már a háborúba. Nyilván ez nem olyan háború, amit látunk, de nagyon úgy tűnik, hogy az oroszok elleni ukrán sikerek egy része mögött az amerikai segítség áll. Ha viszont ezek a folyamatok így folytatódnak, és holnap a két külügyminiszter nem fog semmi érdembeli megállapodásra jutni, akkor az egy lehetséges forgatókönyv, hogy időközben annyi időt nyert Ukrajna, hogy annyi fegyver utánpótlás fog majd kapni, nem tudom én, megérkeznek a zsoldosok, akik korábban már Zelenszky felhívására jelentkeztek, hogy tényleg ezt a túlerőt fel tudják mutatni, akár katonailag, akár fegyverzetben? A túlerőt semmiképpen sem tud Ukrajna felmutatni. Amit fel tud mutatni, az a morál, az, hogy az ukrán emberek azok egyöntetően, vagy szinte egyöntetően, még ez se igaz, egyébként, mert vannak hírek, hogy bizonyos helyeken azért az orosz nemzetiségű lakosság segíti az orosz támadókat. Tehát ez se ennyire egyértelmű, de nyilván sokat jelent ez, sokat jelent a fegyverszállítás, nagyon úgy tűnik, hogy többet jelent, mint én is gondoltam, de önmagában ez csak elhúzza a háborút. Egész egyszerűen az orosz akaratot kéne megtörni, és én nem látom, hogy bármi megtörheti Putyin akaratát, egész egyszerűen az lesz, hogy úgy vetik be az orosz tüzérséget, ahogy eddig nem. Akármilyen szörnyűséget láttunk eddig, ez még csak a kezdet. Tehát olyan a termobarikus tüzérségüket bevethetik, ami tényleg pár perc alatt, ha nem is négyzetkilométereket, de hektárokat tud elpusztítani, és városban is, mert kiszívja a levegőt, az oxigént, gyakorlatilag aki egy fal mögött van, és egyébként túlélni, az is meg fog halni. Tehát az oroszoknak olyan jellegű eszközeik vannak, amikre az ukránok nem is álmodhatnak, de egyébként a legtöbb NATO tagállam sem. Tüzérségben nagyon erősek. Az a kérdés, hogy mennyire szabadulnak el, tehát mennyire nem törődnek már a nemzetközi közvéleménnyel. Tehát szét tudják darabokra szedni Mariupolt, az más kérdés, hogy a lakosság fele az orosz. Tehát értik, ezek a dilemmái az oroszoknak, de például egy nyílt frontvonalon, ami be van ásva, ugye a Donyecki frontvonalon csak egy része megy át városokon. Ha ezeket bevetik az ukránok ellen, akkor hiába van az ukrán egy bunkerben, hogyha mondjuk a levegőt elszívta és meg fog fulladni, vagy a tüdeje megy, ugye, mert vákum is keletkezik, a tüdeje megy tönkre, meg a fülei. Tehát egészen brutális fordulatot tud ez venni. Az a kérdés, amit önök is felvetnek, hogy ezek a mondjuk egy váron indítható rakéta ezzel szemben mit ér, vagy egy páncéltörő rakéta, amikor 6 kilométerről fogják ezt a fegyvert kilőni, 6 kilométerre nem lőnek el azok a javelinek meg. Uh-huh. Értik, amit mondok? Értjük, és azért maradtunk csöndben, mert egészen döbbenettel hallgattuk ezeknek a fegyvereknek a pusztító erejét és képességeit. Köszönjük szépen. Ugye nem az oroszokat védi senki, amikor azt mondja, hogy még nem vetettek be mindent. Értjük. Tényleg nem vetettek be mindent, és amikor bevetik, akkor meg fogjuk látni, hogy nézzel le. Láttam a legutóbb egy videót, D-30-asok ilyen ősöreg tüzérségi lövegeket szereztek meg az ukránok, az tényleg semmi.
Tehát az is, hogyha eltalál mondjuk egy menekült oszlopot, akkor nagyon sokan meghalnak. De ezek az eszközök, ezek hatalmas területeket tudnak lefedni és megsemmisíteni. Hogyha ott ukrán csoportosulás van, akkor az valószínűleg megsemmisül. Köszönjük szépen, hogy tudtunk beszélni. Jókort Illának. Lampi Ágneshez kapcsolunk újra. Szervusz, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt kívánok, köszöntöm én is a nézőket. Hát ahogy ti is, én is igyekeztem körbenézni és megnézni a legfrissebb híreket, legfrissebb információkat a háborúval kapcsolatban. A brit védelmi minisztérium a legújabb, legfrissebb twitteres jelentése is ír arról, hogy mi a helyzet most Ukrajnában. Azt írják, hogy folytatódnak a harcok Kijevtől északnyugatra, és ők is megerősítik azt, amiről egyébként ti is beszéltetek, hogy az orosz erők képtelenek jelentős áttörést elérni, legalábbis szerintük. Azt írják még, hogy Harkiv, Csernyihív, az ország északi részén lévő város, és Szumi, ugye erről szintén sok szó esett, és Maripur városát továbbra is körbeveszik az oroszok, és folyamatosan bombázzák őket, tehát ezt is megerősítették. És a másik, ami érdekes, hogy úgy néz ki, hogy az ukrán légierő komoly sikereket könyvelhet el, mert hogy akadályozzák, hogy az oroszok bármilyen szinten az irányításuk alá tudják vonni a légteret. Ugye erről is szó esett korábban. Aztán utána volt szó szintén a légitámadásokról, és azt írja a Telegram oldalán Oleksij Kuleba, ugye Kijev régió kormányzója, hogy lefújták a ma reggeli légiriadót Kijevben és környékén. Az AP közlése szerint gyakoriak, bár nyilván rendszertelenek ezek a légiriadók az ukrán városokban az orosz támadás óta, és az a céljuk, hogy ugye a lakosságot éberen tartják, ahogy itt fogalmaznak, de ezt a bizonyos kijevi légiriadót ezt legalábbis lefújták. Aztán az előbb szó volt arról, hogy vajon mi lehet Putyin fejében, és mit áldozhat föl, vagy mit nem. A volt beszédírója is megszólalt, és az izraeli sajtónak beszélt arról, hogy ha Vlagyimir Putyin tudta volna, hogy mi fog történni Ukrajna lerohanása után, akkor soha nem tette volna ezt, legalábbis szerinte. De hozzátette azt is, hogy szüksége van némi trófeára, mert amelyet az orosz közvéleménynek és az orosz elitnek bemutathat. Hát itt az elhangzottak, vagy a korábban elhangzottak fényében, ez is egy érdekes megközelítés. És megnéztem a CNN-nek az oldalát is, őt egy nagyon érdekes cikk van arról, hogy Kína milyen szerepet játszhat esetleg a háborúban, mert hogy a kínai vezetők felajánlották, hogy közvetítenek a felek között, és ezt itt legalábbis a CNN cikke szerint egyfajta elmozdulásnak tekintik a korábbi kínai állásponthoz képest, hogy legalábbis a vezetők részéről ez a szándék, ez megnyilatkozott, de hát nyilván itt nagyon, nagyon ellentmondásos Kína viszonyulása, mármint ami például a Oroszországgal szembeni szankciókat illeti, úgyhogy erről is írnak. És még egy cikk, hogy most már a nemzetközi sajtó is megerősíti, hogy tűzszünetet ígért Oroszország, ugye erről szó volt reggel többször is, ezt a bizonyos 12 órás tűzszünetet a humanitárius folyosóknál. A Guardian azt írja, hogy az ukrán miniszterelnök helyettes is megerősítette ezt, és nagyon remélik, hogy be is fogják tartani, úgyhogy ezek most a legfontosabb, vagy a legfrissebb hírek. Köszönjük szépen, Ági, köszönjük, hogy itt voltál. Most elmegyünk egy kis reklámra, aztán utána jövünk vissza Romhányi Tamással, a Magyar Máltai Szeretetszolgált kommunikációs vezetőjével. Illetve még Perger András is érkezik, mert hogy a Greenpeace más tére egy béke megmozdulást szervező Hősök terére tartsanak velünk.